Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Szekeres Mária, az Aranypor szerkesztője, főszerkesztője, mindenese, tördelője. Szeretettel köszöntelek, szervusz Marika. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Az apropó, amiért most itt ülsz a stúdióban, az az, hogy már készültök a téli számmal, az Aranypor téli számával, és ennek kapcsán beszélgessünk egy kicsit a lapról, hogy mi lesz most, hogy lesz most, mik lesznek majd benne, de mielőtt azért ebbe nekifognánk, emlékezzünk meg arról, hogy azért 11. évfolyamában van már ez a térségi lap. 11 év, nagyon-nagyon hosszú idő. Hát tényleg nagyon hosszú idő, ez a lap egy amatőr civil kezdeményezésnek indult. Mintha csak tegnap lett volna. Mintha csak tegnap lett volna. A merített örökség térségi antológia sikere után úgy éreztük, hogy hát ezt valahogy folytatni kell. És bennem merült fel ez a kérdés, hogy mi lenne, hogyha egy lapot csinálnánk, egy periodikát, és rendszeresen megjelennének ezek a szerzők. És hát mindenki le volt döbbenve, hogy ez nem megy, most minden lap megy tönkre, online felületekre mennek, irodalmi lapot indítani ilyen közegbe, ilyen körülmények között. Igen, ugye akkor kezdődött ez, hogy mindenki kezdett szépen átszokni az internetre. Szépen kezdtek átszokni az internetre, és hát én akkor Jókai Annának írtam, hogy ő neki küldtem a merített örökségből. És írtam neki, hogy tervezgetjük egy lap indítását. Hát ő is azt írta, hogy nem, nincs, nem létezik, de ők egész másba gondolkodtak. Tehát egész másfajta lapba gondolkodtak. Én egy civil amatőr kezdeményezésnek szántam a térségbe, a környékbelieknek, és hát mikor leszavazták, utána egyik ember a másik után jött, hogy mi lenne, hogyha mégiscsak megpróbálnánk. És akkor egy ilyen nagy mélypont után végül is mégiscsak kedvet csináltak hozzá, hogy elinduljunk. Mert hogy igény azért van arra, hogy mindenki kézbe vegye azt a lapot, meg megismerje azt az írót vagy költőt, még ha az amatőr is, aki az ő környezetében van. Tehát azért az tök jó tudni, hogy na, ő is ír, és akkor ők így együtt alkotnak egy csapatot, és akkor azt így kézbe veszem. Ráadásul azért eléggé így ünnepnapokhoz kötitek ezeknek a megjelenését. Igen, hát úgy indult, hogy nagyjából keresztény ünnepkörhöz kapcsoltuk először. Úgy indítottuk, és így is maradt. Húsvét, augusztus 20, augusztus 15, augusztus 20, és karácsony. És akkor kicsit mindenki megpihen otthon. Igen, és mi is szusszadunk, meg lesz idő összeszedni az írásokat, az alkotóknak alkotni, nekünk végig gondolni, hogy mit szeretnénk közölni. És hát ez alatt a 10-11 év alatt nagyon sokat változott a lap. Tehát egy ilyen amatőr és amatőröket közlő lapból kinőtt egy, ha nem vagyok nagyon nagyképű, egy irodalmi színvonalú irodalmi lappá. Tehát ez minek köszönhető, hogy most már, ahogy írnak bele, és készülnek arra, hogy ez az írás megjelenjen, a többiek hatására, hogy na akkor én egy kicsit jobbat, akkor most egy kicsit jobb legyen, mint a múltkori volt, na meg ő is egészen jót írt, hiszen azért az embernek a kritikai érzéke leginkább maga fele erős, tehát biztos, hogy látják ezt, és akarják mutatni, hogy na tudok én ennél jobbat is, vagy mitől van ez, hogy azért erősödik a mezőny? Ettől is, meg a kapcsolatoktól, hogy egyre többen csatlakoztak hozzánk, és hát nem szégyelték amatőrökkel megjelenni. És egyrészt ez volt az oka, másrészt meg az, hogy maguk a úgynevezett amatőrök, nem szerettem kategorizálni nagyon ezeket az írókat, de hát kénytelen vagyok, és az úgynevezett amatőrök is azáltal, hogy megjelentek, egy kis tartást kaptak, és egy kis külső tekintetet az írásokra. Tehát ők is kifelé írtak egy kicsit, nem csak maguknak, hanem az olvasó szemével is nézték az írásaikat, és azáltal erősödött, gerincesedett
az írás, és keményedett is úgy mond, tehát nem annyira maguknak szólt, nem annyira magukról szólt, hanem kifelé, tehát mindenki fejlődött. Mindenki fejlődött ebbe. Meg azért ez egy erős közösség is, mondhatjuk ezt, mert az rendben van, hogy van 3 lapszám, ami megjelenik ugye évente ezekhez az említett ünnepekhez kötődően, de azért ők ezen felül is tartják a kapcsolatot egymással, hiszen azért vannak író-olvasó találkozók, tehát nem csak egy név és egy írás van ezek mögött, az alkotások mögött, hanem arc is egymás felé, hiszen azért ők találkoznak viszonylag rendszeresen. Igen, és a távolabbiakkal is. Tehát budapesti szerzőink vannak, és Mészáj Józsefen a szerkesztőnkön keresztül nagyon sok erdélyi szerzőnk, és például Székely-Udvarhelyről is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, ők is olvassák a lapot, és írnak is bele, tehát egy ilyen kis közösség alakult ki, és a helyi szerzők meg különösen összetartanak. Ez tudatos volt, Marika, vagy ez csak így hozta magát ez a történet? Hozta magát, abszolút hozta magát, tehát mi nem tudtuk. Én nem voltam irodalmár, nekem másféle végzettségeim vannak, de gyerekkorom óta írok, és hát benn voltam fiatal koromban egy kicsit az irodalmi életbe. És hát én is amatőr szinten kezdtem neki a szerkesztésnek. Tehát az, ami nagyban ment annó a kávéházakba, itt ott, hogy összejöttek, az itt működik kicsiben, nem biztos, hogy kávéházban, de mondjuk egy ilyen író-olvasó találkozó kapcsán, akkor azért csak össze. Igen, és megírunk valamit, elküldjük egymásnak, véleményt kérünk. Tehát közösség működik, élnek az írások által, nem csak a megjelent írások által, mert hát viszonylag kis terjedelmi a lap, de hát 35-40 szerzőnek helyet kell biztosítanunk benne. Meg hát a nagy ellenség, ami annak idején indult, ugye említetted az internetet, hogy mindenki azt olvassa, gyakorlatilag az is most így a barátotokká vált, mert hogy ezen keresztül ennek kapcsán is tudtok kommunikálni egymással, reklámozni magatokat, megjelentetni a verseket, tehát a kettő az valahogy így szerencséssel jött ki, mert nem válik el egymástól, hanem pontosan, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás. Igen, hát interneten, e-mailbe küldözgetjük egymásnak a verseket, és véleményt mondunk róla, esetleg javítunk benne, úgyhogy egy élő közösség, tehát egy organikus, élő szellemi közösség ez a lap. És kívülről is azért van megbecsülés, azért lássuk be, mert igen. Látszik valami, hogyha ehhez kívülről is hozzáállnak, hozzátesznek, akár anyagilag, akár azt mondjuk, hogy jól van, Marikám, ügyesek voltatok, az is egyfajta elismerés, de azért mellétek álltak rendesen ebben a történetben. Igen, hát nagyon, az jelentett nagyon sokat, hogy a város, kistérség, még a megye is mellénk állt. Teljesen és jó. És ezáltal a felelősségünk is sokkal nagyobb a színvonal iránt is, meg hát maga a közösség értetése iránt is. Most sikerült szerezni még 3 helyi szerzőt, úgyhogy igyekszünk a helyi szerzőket felkutatni. Hát, fel kell őket kutatni? Nem jelentkeznek azok már, hogy itt vagyok? A helyiek nem nagyon jelentkeznek. Pedig biztosan vannak a fiatalok szerények is. Nem, más a közegük, tehát más a kommunikációs módjuk. És fiatalítani is szeretnénk, mert azért az én korosztályom zömbel. Meg hát nálam valamivel fiatalabbak, de most például vannak fiatalok. Tehát Bazsó Ádám rajkai fiatalember nagyon színvonalas versekkel jelentkezett nálunk, és ő úgy jelentkezett, hogy hallott a lapról. De jó. Tehát jelentkeznek a fiatalok is azért. Azért nektek is ez egy komoly elismerés. Komoly elismerés, hogy úgy érzik, hogy fontos, hogy közöljenek a lapban. Hányan vagytok most úgy nagyságrendileg? Meg gondolom, mindenki nem ír mindegyik lapszámba, de azért... Hát olyan 35-40 fő. Azért az nem olyan kevés. Nem kevés. Mert nem hogy kevés. Itt 35-40 aktív emberről van szó. Aktív. Ebben a távolabbiak is benne vannak. A közeliek olyan 20 körül van.
És ugye nem csak írások jelennek meg, hanem azért időnként grafikákkal is megpróbáljátok egy kicsit színesíteni, megspékelni a lapot, sőt fotókkal is, úgyhogy még másnak is, más hát művészeti ágból is van megjelenési lehetőség. Arra figyelünk, hogy nagyon színvonalas képanyag legyen. Tehát a borítóink színvonalasak, nem dicsekszem vele, de meg kell mondanom, hogy tényleg nagyon szépek a borítóink is, és a képanyag is színvonalas, tehát méltó alaphoz. Most például Kelemenben Benjaminnak a rajzait szeretnénk betenni, de hát még kérdéses, hogy nyomdai technikával mennyire érvényesülnek ezek a fajta munkák, tehát még folyamatban van ez a munka. Mert hogy ilyen bonyolultságok is vannak a történetben. Ilyen bonyolultságok is vannak, hogy a nyomdatechnikával nem, mi az, nem ami mindig szereti a azt, képanyaggal, ami... meg hát a belívünk fekete-fehér, ha festőket közlünk, akkor fekete-fehérbe festmények, szóval hát vannak megfontolandó dolgok, de hát 11 év alatt begyakoroltuk. Következő lapszám, akkor most ez már a karácsony, ami most ez készülődött, ez már a karácsony, ugye? Hát őszi-téli szám. Tulajdonképpen az évek alatt elcsúsztunk egy kicsit karácsonytól november végére. És ez azért is van, hogy a október 23-a megemlékezések is nagyjából még beleférnek, a karácsonyi ünnepkör. Tehát összehoztuk az őszi és a téli számot. Mikor jelenik ez meg? Körülbelül mikor keressük majd? November vége, december eleje. December elején már lehet kapni. És hát gondolom, izgalmas lesz megint csak, tehát ez már nem is kérdés. Izgalmas lesz. Nagyon izgalmas írások vannak benne, már megjött majdnem nagy része az anyagnak, és hát nagyon örülök neki. Nekem rengeteg örömet jelent a jó írások olvasása, és olyan büszke vagyok a szerzőinkre. Hát akkor a nézőknek meg mit tudunk mondani, fogadják szeretettel, és olvassák szeretettel. Igen, és keressék a lapot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert akkor még az összeállításhoz, mert a javamunka, akkor neked még csak ezután. Ezután jön, az írók már megtették, amit meg kell, és akkor a munka további része meg a tiéd, illetve hát a tiétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mindezt megosztottam. Köszönöm a lehetőséget. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!